elmúlt hetek során számos szabadtéri zenei élményben lehetett része a komáromiaknak. Július 5-én az Egressy Fúvó zenekar adott koncertet a Rüdiger tó partján, népes közönség előtt. A Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség ötlete nyomán, a karantén időszakot lezárva, Magyarország közel 100 településén szólt egyszerre a fúvószene. A kezdeményezéshez erdélyi és felvidéki zenészek is csatlakoztak. Valószínű, hogy ez egy nagyon jó felütése lehet annak, majd ezt a közgyűlésen, küldött gyűlésen eldöntjük, hogy akár egy általános és minden évben megismétlődő, egy időben történő zenélésé váljon a dolog. De itt Komáromban én úgy hiszem, hogy a lakosságnak a java nagyon szereti a fúvószenét. Akik talán nem ismernek minket, azok reméljük, hogy eztán fognak minket jobban megismerni, és hát a zenészeim meg már alig várták, hogy a közönségnek játszhassanak, ne csak a négy fal közt, vagy ilyen YouTube megosztás felületeket használva, hanem együtt is, és a közönséggel együtt. Kettő és fél három hetünk volt most erre az alkalomra felkészülni, tehát az elmúlt év nagy slágereit, amiket nagyon szeret a zenekar, azt hiszem a közönség is, ezeket hoztuk most vissza, és a nyáron, bár fellépésünk előreláthatólag október 10-ig nincsen, a többi fellépésünket sajnos a helyzet miatt törölték, de mi készülünk tovább, és most már legalább az a helyzetünk megadatott, hogy már próbálni tudunk, együtt vagyunk, szabadtéren muzsikálunk, úgyhogy ha valaki péntek esténként a zeneiskola vagy a laktanya környékén jár, ne lepődjön meg, mert ezt a meleg időszakot mi itt a szabadtéri próbával töltjük, úgyhogy nagyon sokszor élőben is lehet bennünket hallani, persze egy kicsit elszeletelve a darabokat. Az Egressy Fúvószenekar következő fellépése október 10-én lesz Balatonfüreden, Komárom és Balatonfüred testvérvárosi kapcsolatának jegyében. A Balatonfüredi zenekar jubileumi fesztiválján lépnek színpadra a komáromi zenészek.